Következő mérésnél a zárt térészben lévő gáznyomással és térfogat változása közötti kapcsolatot vizsgálhatjuk meg. Ez rendelkezésünkre áll egy nyomásmérő szenzor, amely mérésadatgyűjtő keresztül kapcsolódik a számítógéphez, valamint egy 20 ml-es fecskendő. Első lépésként a mérésadatgyűjtő szoftvert kell beállítani. Ezt a setup gomb lenyomásával tehetjük meg. Leellenőrizzük, hogy rendelkezésre áll a nyomásmérő szenzor. Következő lépésben a mintavételezés gyakoriságát állíthatjuk be, ez legyen 10 minta per másodperc. Ezt követően a mérés hosszát lehet kiválasztani, ez legyen 3 perc 20 másodperc, és a finish gombbal a beállítást elvégeztük. A run nyomógombra kattintva a mérést elindíthatjuk. Az itt látható érték a nyitott szenzorra mért érték, a normál légnyomás értéket mutatja, ami jelenleg 102 kilopaszkál körüli értéket jelent. Csatlakoztassuk rá a fecskendőt oly módon, hogy 10 ml-re állítsuk be a dugattyút, ezt követően rárögzítem a cső végére, innentől kezdve egy zárt rendszert alkot a szenzor és a dugattyún belül lévő levegő. Csökkentsük le a térfogatot 5 ml-re és figyeljük meg, hogy hogyan változik a zárt térrészben lévő levegő nyomása. Megállapíthatjuk, hogy 195 kilopaszkálos értéket mutat, ami jóval magasabb, mint az előbb mért normál légköri nyomás. Növeljük meg a térfogatot ismételten 10 ml-re, látható, hogy visszaállt az eredeti nyomásérték, majd növeljük tovább a térfogatot 15 ml-re, és látható, hogy jelen esetben a nyomás lecsökkent, nem is olyan mértékben, mint ahogy az előbb megemelkedett, de a normál légköri nyomáshoz képest jócskán csökkent a nyomásértéke. Ha a dugattyút elengedem, akkor szinte magától visszatér a kiindulási állapotba, azaz a 102 kilopaszkál körüli értékre. A mérést a stop nyomogonban megállíthatjuk, és megfigyelhetjük azt, hogy ha csökkentem a zárt térrészben lévő gáz térfogatát, akkor a nyomás megnövekszik. Ha növelem a térfogatot, akkor a gáznyomása lecsökken. Tehát a nyomás és a térfogat között fordított arányosság.